Szégül Benedek klarinét játéka nyitotta meg az idén 15. alkalommal megrendezett protestáns napi hangversenyt a szekszárdi evangélikus templomban. Németh Judit gyülekezet felügyelő azt mondja, minden évben nagyszámú közönséget vonz az esemény. A protestáns napok bejelentett országos rendezvénye ez a helyszín, és ez is nagyon nagy megtiszteltetés, nem is beszélve arról, hogy a református gyülekezettel évszázadok óta hagyományosan kiemelkedően jó kapcsolatunk van, és ez is alkalom a reformáció havában, ahol éppen október 31-én mindig közös programjaink vannak, a két gyülekezet együtt ünnepli Luther Márton 95 tételének kifüggesztését, úgyhogy a programok kötetlen módon is, meg kötött formákban is évszázadok óta velünk élnek. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen, bizony a segítség a nyomorúságon. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborúknak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Aradi András evangélikus esperest kérték fel az áhítat megtartására, de emellett fellépőként is szerepelt a Bonyhádi kamarakórussal. A Harisz kamarakórus, a Bonyhádi evangélikus gyülekezet kórusa, ezen a hangversenyen mi is fellépünk, pontosabban szolgálunk, hiszen mi ezt így szoktuk fogalmazni. Nem csak arról van szó, hogy egy gyönyörű szép koncertre készülünk, hanem arról, hogy Istent szeretnénk együtt dicsőíteni azokkal az énekszámokkal, amelyek megszólalnak itt. Bonyhádról érkeztünk, és mint vendégek vagyunk itt, ezen a protestáns egyházzenei áhítaton. Ez a megtiszteltetés is ért, hogy a nap szervezője felkért engem, hogy ezen a alkalmon Isten igéjét is hirdessem, így áhítattal is szolgálok ezen a napon. ...1994-ben alakult ez a kórus, nem az én ötletem volt, hanem református lelkipásztor Lemle Zoltáné, hogy egy olyan csapatot gyűjtsön maga köré, akik elsősorban Tolna megye református gyülekezeteiben szolgálnak, és az évtizedek alatt ezt az együttest az ország szinte nagyon sok templomában köszönthették, és természetes egyházi kórusként, hogy bekapcsolódjunk, természetesnek tartottuk, hogy bekapcsolódjunk ebbe az Országos Protestáns Napok rendezvénysorozatba. Kiváló a helyszín, jók az adottságok, mint ahogy hallottuk Benedektől, jó az akusztika, a technikai megvalósítást ezt azért szolgálja, mert az egyházi kórusoknak a kísérete elengedhetetlen orgona használata nélkül, és Lozsányi Tamás orgona művész örömmel játszik ezen a csodálatos hangszeren. Szeretünk ide jönni, úgy érezzük, hogy testvérekként fogadnak bennünket, és a hangszeresek pedig az én volt régebbi vagy jelenlegi diákjaim, akik a Szekszárdi Garai János gimnáziumban érettségiztek, érettségiznek, zenei pályán vannak, zenei pályára szándékoznak menni, és ők nagyon sokszor másfelé is elkísérik a csapatot. Vannak olyanok, akik szívesen eljönnek, meghallgatják az iskolatársaikat, vannak volt garaisták és jelenlegiek is, akik énekelnek ebben a kórusban. Azért is úgy gondoltuk, hogy legyen, szülessen meg ez a rendezvény, hiszen ez egy hiánypótló
rendezvénye volt, és rendezvénye lett Szekszárdnak, és ki más szervezhetné, mint egy egyházi kórus, akinek az alapítója is református lelkész, és az alapító karnagya pedig református kántor. Nagyon sokan közülünk reformátusok vagyunk, de vannak evangélikusok, és rendszerességgel templomba járó emberek, és korábban én Bonyhádon töltöttem nagyon hosszú időt református kántorként, onnan ered az ismerettség, és az Esperes úr miután gyönyörű szép basszus hangjával erősíti ezt az egyházi énekkart, lehetőség volt, hogy a szolgálata mellett ezt a kórust meghívjuk. Mi jótékony célú hangversenyeket adunk, és most a bevételt az evangélikus egyházközségnek a támogatására szeretnénk felajánlani, mert hogy ők itt építkezésbe fogtak, már látszanak is a nyomok, és hát a várakozással vannak, hogy mi is, hogyan is valósulhat meg.